Fűzöm a cipőm, húzom a mezem, még a pályán sem vagyok, de már... Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Tripla P Podcast 17. adásában. Én László Miklós vagyok, és itt van velem Szakács Miklós. Szevasztok, sziasztok! Nem tudod, hogy ki nyerte meg a Herb kupát? Én azt hallottam, hogy a fekete-fehérek. Színvédés, ez így nagyon jó, jól hangzik, tehát egymás után két évben skandálhatjuk, hogy kupa győztes, azért ezt utoljára még egyszer is, mikor 2009-ben kiabálhattuk? Pontosan akkor így van, ahogy mondod. De várjál, mielőtt belecsapunk, és a témára térünk, Cserkuti Bandi bácsi rendszeresen szokott megosztani Facebookon, hogy a mai napon van valamilyen évforduló, és pont most jött velem szembe, hogy ma reggel osztotta meg, hogy 20 évvel ezelőtt volt egy PVSK Panthert debreceni vadkakasok mérkőzés, alapszakasz utolsó forduló, 98-93 nekünk. A hazaiakat, csapatot olvasnám csak föl, Csirke Ferenc 8, Campbell 16/3, Madison 27/9, Gambiroza 28/9, Horváth Zoli 15, Mészáros nem dobott pontot, és Fülöp 4 pontot szerzett. Fodor Péter volt az edző. Jól hangzik. Ez 2004, én ezen a mérkőzésen ott voltam. Na szép. Ez nagyon kemény volt. Nekem is rémlik egyébként a találkozó. Hát igen. Mondjuk a Csirkeferi kapcsán, ugye, ha a vadkakasok jönnek szóba, akkor mindig egy másik pecs jut eszembe elsőre. Csirkeszárnyakon a párducok? Csirkeszárnyakon a párducok, amiről már tettünk említést korábban, igen. És pont a közelmúltban egyébként a YouTube-on böngészés közben ráakadtam annak a meccsnek a teljes adására, felvételére. Hát ez dobbál át. Nyilas Laci bácsi kommentálásával mondanom sem kell, egészen. Egészen parádés volt. És hát visszanézni a Csirkének az öt tripláját, hát borzsózott a hátam még most is. A Csirkének még egy videója van fönn, amiről tudok fixen, hogy fönn van YouTube-on, és baromi sokan nézték meg. Az meg van? Tudsz tippelni? Az a híres passz, nem? Még matárjátékosként. Nem. Már edzőként. Ja, hát persze. Szabonis passz, a passzomat már. Most a kupa döntőn egyébként közel volt hozzá, hogy újabb mém szülessen az egyik időkérésnél. Nem tudom, nem láttam azokat a meccseket. Ezért néztem meg a Falkó elleni meccset, néztem meg ismétlésből, és ott az Pitta nagyon rosszul kezdte az NKO meccset, és időt kért, nagyon hamar, hát nem tudom, 3 perc után kb. Időt kért, és hát figyelj, a Hergert azt úgy lebaszta. Mondjuk nem ment bele a Szabonis passzos megoldásba, de azért az elhangzott, hogy nem azért van fönn a pályán, hogy öten legyünk. Úgyhogy szép volt, igen. Tűnik. Hát nem a Ferin múlt egyébként. Igen. Jó, tehát megnyertük a Herb kupát. Várjál, bocsánat, hát igen. Még mindig egy kicsit akkor csúsztassuk a dolgot, mert jött kérdés, több is. Hú, én nem láttam. Szokásos felkérdezőnktől, Geritől, úgyhogy akkor gyorsan vegyük őket sorra. Jó. Van benne olyan kérdés, ami hát lehet, hogy az autokorrekt egy kicsit bezavart az írás közben, mert nem teljesen értem az egyik kérdést, de majd megpróbáljuk kibogozni. Az első az nem is kérdés, ő azt írta nekünk, hogy nagyon szívesen egyszer leülne velünk így hármasban podcasten kívül beszélgetni, hát természetesen erre szerintem a telebetben is mondhatom össze, hogy nyitottak vagyunk, de egyébként akár, hogy ennyi kérdést föltettél, még azt se tartom kizártnak, hogy akár még egy podcast keretében is dubálhatnánk egyet, egy nagy pont ezt szurkolóval szerintem bármikor szívesen beszélgetünk. No de, hát fi, az első kérdés az, amit én nem tudtam megfejteni. Hát itt lehet, hogy ezt most kihagyom, Geri, ne haragudjál. Itt nálad a szám szerint a második kérdés a PVSK-ra YouTube csatornáján érkezett egyébként tőled. Én ezt nem értem, ezt a kérdést, úgyhogy ezt átlépem. Nézzük a következőt. Ha lenne egy All-Star meccs, mint az NBA-ben, nyilván a B csoportról beszél, akkor szerintünk ki lenne az a PVSK-ból, akinek ott lenne a helye az NBA-B All-Star csapatában? A jelenlegi PVSK-ból kinek lenne ott a helye? Igen, hogyha most a szezon végén csinálnának, hogy NB1B piros csoport All-Star mérkőzést, akkor ki lenne az, aki szerintünk a Panthersből be kéne, hogy kerüljön az All-Star csapatba? Nyilván
Ötösről beszéljünk, akkor kezdő ötösről. Ja, én jelenleg a Lukát beraktam, tehát ő neki azért vannak olyan passzai, meg lát úgy a pályán, hogy egy All-Star meccsen megnézném. Igen, egyébként ez azért tök jó kérdés, megmondom őszintén, mert ugye az All-Star csapatok azok többnyire arról szólnak, hogy kimagasló egyéni teljesítmények. Igen. És ugye, hogyha megnézzük az idei csapatunkat, akkor nem erről vagyunk híresek, hogy kimagasló egyéni Egyáltalán nem. teljesítmények lenni. Tehát, hogy tavaly kérdezed ezt, akkor tök egyértelműen rávágjuk, hogy Chase Harler, nyilván. Igen. Idén nincs ilyen. Nincs, Jó, tehát ugye... most mióta jött a Luka, azóta egyébként a Luka az igen esélyes lenne, mert ő nagyon brutál statisztikákat tud hozni meccsről meccsre. De hogy rajta kívül nyilván vannak játékosaink, akinek voltak kimagasló meccsei, volt, akinek több kimagasló meccse is volt, de hogy posztonként, ha megnézzük, akkor lehet, hogy mindenhol találnánk olyan embert más csapatokból, aki egy All-Star 5-ösbe inkább férne be Így a van. számok alapján. Ez így van. A számok alapján is, meg az, hogy ne, azzal, hogy csapatként játszunk, hogy nincsen látványos játékunk. Tehát, hogy nyilván vannak egy-egy látványos megmozdulásunk a mérkőzéseken, de azok is inkább olyanok, egy jó pillanatban eső tripla, vagy egy extra 3 pontos. Az miatt meg egy All-Star gálára nem az való. És éppen ezért, ja, hát én még az Ákost is oda tenném. Tehát neki is azért vannak még nagyon extra passzai, ami egy ilyen laza All-Star gálás mérkőzésen lubickolna szerintem. Abszolút igazad van. De hogyha mondjuk így, ha nem kifejezetten szárszerűen a matekot nézzük, akkor én egyébként még a Csaszin is elgondolkoznék, mert azért, amit ő védekezésben csinál egész Igen. szezonban, az szerintem extra, azt nyugodtan mondhatjuk, és hát mellette azért, hála Istennek, a szezon nagyobbik részében azért rendre hozza a jó meccseket Igen, támadásban is, így hát van. most például a kupa döntőn is, amiről majd nyilván beszélni fogunk. Igen. Úgyhogy igen, hát röviden ennyi. A országgálához én annyit megjegyeznék, hogy megvan még a Király Lindás eset? Hogyne. Amikor ugye ő elrontotta a tisztét Hogyne, az hogyne. országgála elején, én ott voltam a második sorban. Nem segítettél neki? Hát segített a fasz. Oh. De akkor az maradt meg nekem arról az All-Star gáláról még, hogy szereztem pósztert, ott helybe osztogatták, mint én összesen 4 darabot osztottak ki, és fél időben még ment valami himbilimbi a pályán, én addig a kispadokat végigjártam, és az összes játékossal, Zunic, Stojan, velük mindenkivel aláírattam, valahol otthon megvan, ezt meg is fogom keresni, basszus, az mekkora kincs lenne. Orosz belőle. Na, ezt hazamegyek valamikor, akkor megnézem, hogy ez megvan, és akkor azt bemutatom valahol, valahogy. Hát Jó. ja. Menjünk a következő kérdésre. Következő kérdés, van-e olyan volt játékosunk, aki még aktív, és szívesen látnák ismét a csapatban? Nekem van. Én mostanában az első osztályból azért a Simon Kristófnak is jól megy. Úgy gondolom, hogy még a Ruják Andrisban is vannak jó évek, hogyha magyarokat nézzük. Külföldieket, légiósokat nem nagyon követem, hogy kinek hogy áll a karrierje, meg milyen szinten van, de most én nekem elsőre ők ketten ugrottak be, hogy az utóbbi időben az oroszlányban és a honvédban ők azért jó teljesítménnyel hívják fel magukra a figyelmet, és... Hát nekem egyébként pont a kupa döntőt nézve jutott az eszembe, hogy én a Pongó Mátét szívesen látnám újra Tényleg őt is. PVS Kámezben. Azért ő egy nagyon jó kis extra irányító szerintem, még NB1-be is bőven. Meg én lehet, hogy most rá pár szurkoltársa meg fog köpködni, de én a Kovács Petit is visszavárom. Hát ez nem is kérdés, persze. Őt bármikor. Jó. Azaz. Figyelj, egy kérdést ugrok, azt a végére hagyom, és akkor Jó. egy ilyen lazább kérdés. Mi a kedvenc zenei együttesünk, bandánk, zenészünk? Én nem tudok kedvencet megemlíteni, én az ilyen punk, ska vonalon mozgok. A legtöbbet talán a Hétköznapi Csalódások koncertjein, illetve hangversenyein vagyok fellelhető. Ugye pécsiek is, úgyhogy volt szerencsém már párszor együtt átitalozni egy-egy éjszakát is. Nekem se van olyan nagyon kimondott kedvencem. Régen volt olyan időszak, amikor nagyon nagy krimi rajongó voltam, hogyha a hazai palettát nézzük. A külföldi együttesek közül pedig, hát hosszú évek óta én a Coldplay-t azt nagyon szeretem.
Ha már külföldi, akkor nekem is, én a Perkele nevű svéd zenekart imádom, tehát Na, utálom. épp azt akartam mondani, hát most lecsaptad a kezemből. Ja, Mert bombák most ezzel az mondjátok. erővel, most ne haragudjál már, most bemondtál egy ilyen együttes nevet, hát ezzel az erővel ez lehetne egy, mit tudom én, finn másodosztályi foci csapat is. Keresd rá. Perkele. 30 év után végre jönnek ugye újra Magyarországra nyáron, Orfűn fellépnek a Toxic Weekenden, pár pojtással, mi mindenhol megyünk utánuk, tehát Stockholm, Berlin, Prága, Thessaloniki-be is voltunk már koncertjükön, úgyhogy nagyon nagy fanjuk vagyok. Persze, meg majd a nyáron jön az értesítés, hogy hármas posztra leigazoltuk a film válogatott, Jupiher Hát elég, hogyha Perkelét, a Lauri Markkanen jön. mi? Az is jó. Ma, figyelj! Ja, még egy könnyed, mi a kedvenc gyors éttermi láncunk? Hát nagyon ritkán szoktam beállni. Az a lényeg, hogy olyan kebabos legyen, ahol nem beszélnek magyarul. Figyelj, én nyilván tök mást mondtam volna, de én csatlakozok hozzá, ezt tetszik, úgyhogy én is ezt válaszolom. Én azt gondolom, hogy ahol már megtanulnak a kebabosok magyarul, ott onnantól már Ott már romlik a baj van. minőség. De néha azért a jó kis pesti fosatos girosz koncert után reggeli vonatra tartva azért jó szokott jönni. No, figyelj, most jön a legjobb kérdés. Ez egyébként tényleg díjnyertes nálam. Kurva jó. Ha az a szó, hogy PVSK, hogyha ezt kimondja valaki, akkor mi az első, ami eszedbe jut róla? Tényleg egy jó kérdés. Valahogy az összetartás az az első, ami eszembe jut. Tehát, hogy annak ellenére, hogy vannak hullámvölgyek, ebben még így szurkolók részéről is, meg ott is volt sokszor, hogy nem értettünk egyet, most is nagyon sok mindenben szerintem nem értünk egyet, de mégis összetartunk, és kitartunk a csapat mellett. Neked? Hát figyelj, szerintem erre a legjobb válasz az az, amit a hétvégén az egyik szurkolótársad, társad, a Drexler Ricsi tett ki Facebookra egy fotó formájában a Het Kupa döntőről, Hát igen. vagy hát Magyar Kupa döntőről, azt szerintem az csodálatos válasz. Ugye most az egyik felét hagyjuk, a másik fel az örök hűség, tehát hogy Igen. aki egyszer PVSK-s lesz, az PVSK-s marad. És azért a Ricsi hozzá, aki nem ismerné, tegyük hozzá, hogy ő egy gyáli. Tehát ő életében először úgy volt kosármeccsen, ha jól emlékszem, Szolnokon voltunk hárman, a Molnár családnak volt egyetemi csoporttársa, és ő hozta le Szolnokra, és utána ő gyárról lejárt rendszeresen Pécsre, kosármeccsre. És egy kurvára nincsen semmilyen pécsi kötődése, úgyhogy neki kurva nagy respekt. Bizony. Bizony, bizony. No, hát köszönjük szépen a kérdéseket, Geri, ismételten. Ugye a legelső, amit el akartam mondani, még mielőtt a jó, a rossz és a csúfra kanyarodunk rá, az az, hogy ugye az előző podcast részünkben, ugye a Tóth Norbival beszélgettünk, és azt a beszélgetést azt nagyjából azzal zártuk le, hogy ugye van még hátra a szezonból jó esetben 9 meccs, amit hogyha megnyerünk, akkor mindenki boldog lesz. És Így ugye van. ebből kettő lement, és kettő győzelem. Úgyhogy jó kis ráfűzése ez az előző rész végének, a mainak az eleje. Tök jó, én nagyon örülök neki. Majd úgy csináljuk, mint a Last Dance-ben, hogy még hány meccset kell megnyerni. Hát még hetet, még Ja, hetet. tehát, mint a Phil Jacksonék. Így van. Szóval igen, összességében egyébként én nagyon elégedett vagyok. Még azzal együtt is, hogy az elődöntő azért egy kis nyögvenyelős volt egy darabig, meg a döntő se volt könnyű az első fél időt, hogyha nézzük, de hogy így tök jó. Tehát, hogy oda mentünk esélyesként, és behúztuk, ahogy kell. Úgyhogy amikor jót kell mondani, akkor nekem ez lenne, hogy én nagyon boldog vagyok attól, hogy úgy komolyabban igazán nem kellett amiatt izgulni, hogy itt beégés lesz belőle, hanem hoztuk a kötelezőt, Igen. méghozzá helyenként jó játékkal. Én is ezt akartam mondani, hogy volt a csapatnak szerintem tartása mind a két mérkőzésen. És Igen, abszolút. nekem az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy basszus, mind a két meccsen volt egy 10 perce, amivel gyakorlatilag megnyertük a mérkőzést. És ez máskor is előfordult az utóbbi időben, hogy például Vasas ellen ugye az utolsó negyedbe fordítottunk, meg többször meg volt ez, hogy egy 5-10 perces rohanással döntöttük el az egészet, hogy az ki, mi lenne, hogyha az egész meccsen, vagy csak egy 20 percig koncentrálna a csapat,
akkor hátradőlős 20 pontos lenne mindegyik meccsünk. Igen. És nem kéne izgulnunk. Tehát, hogy, és az nem kéne sokkal többet. Tehát, hogy ha 5-10 perc alatt meg tudjuk nyerni a meccseket, akkor egy 20 perc alatt el tudnánk dönteni. Mert én ezt éreztem például a Fót ellen, nem ezt hozom se rossznak, meg se csúfnak, hogy ott is volt, hogy elmentünk, de azt a kegyelemdöfést, hogy eldőljön a mérkőzés, azt már nagyon korán be lehetett volna neki adni, nekik adni, és nem tudtuk megadni. De a végén nyilván ez így Én simán. ezzel, nem teljesen értek egyet egyébként. Én ezzel nem teljesen értek egyet, mert szerintem a Fót ellen, annak ellenére, hogy a vége szoros lett, meg az utolsó negyedben azért ott rendesen Nem, küzdött a a... Cegléd ellen lett szoros, a Fót ellen a végén lett. Bocsánat, a Cegléd ellen. Akkor viszont félreértettelek, bocs. Én a Fót ellen éreztem Jaj. azt, hogy itt a végén ott kialakult egy nagyobb különbség, de ezt már így sokkal korábban eldönthettük volna szerintem. Pláne úgy, hogy a fél időben a három kulcsjátékosok úgy ment pihenőre, hogy három-három faltjuk volt, és a Kininek meg a Márkovics is az első másfél percben fújták be a negyedik faltot. A harmadik negyed elején. És onnantól kezdve a Kini nagyon sokáig pályán volt, de meg a Márkovics az ki se pontozódott, tehát hogy náluk nem tudtunk rájuk menni, úgyhogy basszus, beüssék az ötödiket. És nem tudtuk ezt a kegyelemdöfést beadni, amit pár perccel a vége előtt sikerült. Tehát abban a meccsben benne volt az szerintem, hogy az utolsó 5-6 percben játszanak a fiatalok. Ebben van valami, igen. Ebben van valami, megjegyzem egyébként, lehet, hogy az utolsó 5-6 percben a fiatalok játszanak, még akkor is megnyerjük ezt a mérkőzést. Igen. Mert annyira mindenki jól nyúlt hozzá a labdához, amikor megkapta, vagy nem tudom. Tehát, hogy az volt az érzésem, ott az utolsó, igazából majdnem a teljes második fél időben az volt az érzésem, egy-egy perceket leszámítva, amikor egy kicsit mondjuk rohant egyet a Fót, hogy tök mindegy, hogy kihez kerül labda, amikor valakinek dobnia kell, vagy meg kell oldani egy nehéz szitut, akkor megoldja. Igen. Volt egy ilyen érzésem, és ez tök jó, hogy ilyen, így lehetett nézni a mérkőzéseket. Ez engem nagyon boldoggá tett. És az jutott még eszembe, hogy a négyes döntő előtt Szrecskó a klubhollapnak nyilatkozva ugye azt mondta, még a Vasas meccsre visszakanyarodva, hogy ő annak örült, hogy ott a Vasas ellen az utolsó 10 percben a csapat még neki is egy új karakterét mutatta meg, aminek nagyon örült a Szrecskó. És hogy az volt az érzésem, hogy ezen a kupa döntőn, ezen a két meccsen ezt a karaktert lehetett érezni, hogy most nem volt bennünk az, hogy fostunk tőle, hogy el fogjuk kúrni. Igen. Még akkor sem, amikor esetleg szorosabb volt az eredmény, akkor is, nem tudom, én tök nyugodtan tudtam nézni mind a két meccset. Egyet értek benne veled, én sem izgultam nagyon. És azért a jóknál én két embert kiemelnék egyébként, vagy inkább hármat. Hát nyilván a Lukát muszáj kiemelni, mert szerintem Igen. azért az egészen extra volt, amit ő a két meccsen csinált. Mind a kettőn 30 fölötti valt hozott, a döntőben majdnem tripla duplát csinált, azért ez nem semmi. Így van. Tehát ő az egyik. A másik az a Csasi, abszolút. Tehát, hogy két meccsen dobott 30 pontot, szerett 11 lepattanót, ő is ilyen 46 volt hozott össze a két meccsen, azért ő pontokat szokta hozni, jól szokott védekezni, de most a lepattanókat is hozta, és ez nagyon kellett egyébként mind a kétszer. A Szrecskó is szerintem érezte, hogy nagyon megy neki, azért is játszotta a döntőben tök sokat, Van, tehát tehát ő ő azért nem volt a szokott, kezdő is, nem ő volt a szokott. kezdő is, és ő nem is szokott ennyit játszani, mint amennyit most játszott Igen. a két mérkőzésen, tehát a döntőre 28 percet pályán volt, hát nem tudom, hogy bajnokságban volt olyan meccs, amikor 28 percet volt pályán. És még egy embert én kiemelnék, ő kifejezetten ugye a döntőben, a Mokánszkit, akit nagyon sokszor Így van. ostoroztunk az utóbbi időben, és most a fináléban tényleg tehát a kezdőtösünk az egy-egybe kurva jó volt a döntőben, tehát mindenki, és hogy a padról még hozzájött a Mokánszki, egy egészen extra támadó potenciállal, és még a lepattanókat is szedte, mint a barom. Neki nagyon hiányzott egy ilyen meccs, már nagyon régen benne volt az, hogy egyszer kiszakadjon nála. Meg a csapatnak is nagyon hiányzott, Igen. hogy a Igen. Mokászkinak legyen végre egy ilyen meccse, igen. Reméljük, hogy ezt a jó formát meg is tartja a szezon Téma. végéig legalább. Legyen így. Rossz. Találtál-e rosszat? Jaj, egy kicsit nézegettem a statisztikákat, azért a dobó százalékokat azért szerintem lehet említeni. Még annak ellenére is, hogy kétszer nyertünk, és mind a kétszer sok pontot dobtunk, azért elég nagy hiba százalékkal dolgoztunk, főleg az elődöntőben.
ott a tripláink, igaz, hogy dobtunk 10 triplát, de hát 35 ráemelésről. Azért ott még volt abban, maradt abban néhány tripla, meg lehetett volna nyugodtabb az elődöntő, hogyha mondjuk nem 29, hanem mondjuk 35%-kal dobunk kintről, és még az se lett volna extra, ugye? Én ezt a csúfnak akartam hozni, hogy nagyon voltak olyan periódusok, amikor a triplán kívül nem csináltunk mást. Fölvittük, eldobtuk, mint egy NBA meccs volt. És itt a projektemen, itt a külföldiek néztük együtt, és ott egy spanyol meg litván srác, akik követik az NBA-t, meg nyilván a saját bajnokságokat, és azt mondták arra néhány percben, hogy mi a fasz ez NBA-t, akarnak játszani, vagy egyikünk se dob úgy, mint a Curry. Mert az volt kb., hogy ötlettelenül játszottunk, nem volt semmi csapatjáték, fölment és eldobta. A Cegléd ellen az első fél időben volt 24 darab rádobott hármasunk kb., ha jól emlékszem, nagyjából valami hasonló szám. Igen. Jött ki. És most, hogyha megnézed, a Cegléd ellen ott volt 35 hármasunk kísérletünk, és volt 26 darab mezőny ezen kívül. A döntőben volt 43 darab hármas kísérletünk, és 35 darab mező. Igen. Tehát az, hát hogy oké, most egy jó dobóformát fogtak ki, többen is betaláltak, de azért látszik az, hogy basszus. Tehát, hogy sokszor nem volt más ötlete a játékunknak, csak az, hogy fölvisszük és ellőjük a triplát. Hát igen, ez kétségtelen. Mondjuk ebből a szempontból is egyébként a Csaszit ki lehet emelni, mert a döntőben ő azért nagyon pontosan célzott, tehát Igen. mezőnyből ugye volt három kísérlet, három találat, triplából volt három kísérlet, két találat, az volt az egy rontott dobás a mezőnyből, igen, összesítésben az egy rontott tripla, meg volt egy kivaró büntetője, azt hiszem, igen, talán. Igen. Ja. Úgyhogy az jó. Csúf. Én most ugye mondtam a három pontost a rossznál, én ezt akartam a csúftnál, de akkor fordítok rajta. Én a HEP kupa átkot hozom. Én bevallom őszintén, ha az elődöntőben kikaptunk volna ott a Cegléttől, én most baromi nyugodt lennék. Mert az egy olyan pofon lett volna a csapatnak, ami után egy bajnok esélyes nagy csapat, hogyha kap egy pofont, akkor utána mindig jó, és mindig összeszedi magát. És akkor ez lett volna egy olyan pofon, hogy utána tök nyugodtan azt mondom, hogy veretlenül jutnánk föl. Így viszont szerintem izgulnunk kell. Tehát, hogy a másik, mind az elődöntő, mind a döntő, mind pedig a másik ági meccsek is azért bebizonyították, hogy itt jó csapatok vannak, és hogy ez nehéz lesz. Tehát itt most egy kicsit előre menjek, azzal, hogy a TF-et kaptuk meg, szerintem mi leszünk talán az egyetlen párharc rájátszás első körébe, ami 2-0-val fog végződni. Az összes többinél tök simán benne van a három meccs. Sőt, a pálya hátrányból való továbbjutás is. Tehát, hogy a Nyíregyháza ezt a Mavcot meg tudja fogni, hiába pihentettek ott embereket már a bronz meccs második felébe, sőt már az első felébe is, és a Cegléd a Vasast is meg tudja fogni idegenbe. Én azt gondolom. Ez a HEP kupa egyébként abból a szempontból tök érdekes volt, hogy azért láthattuk azt, hogy a Cegléd is, meg a Fót is azért tud nagyon jól játszani. Igen. Így Tehát, van. hogy akárki is kerül össze a Cegléddel, vagy a Fóttal, akár mi majd valamikor a bajnokság során, akár a MAFC, azok nagyon izzadós meccsek lesznek. Ez így van. Mindegyik. Figyelj, én igazából úgy vagyok vele, meg úgy voltam vele, hogy én most ezután a kupa négyes döntő után, én nem mondok csúfot, mert nem volt semmi olyan, ami olyan... Tehát a csúf, mint olyan, mint fogalom, az egy ilyen vállalhatatlan szar. És ilyen nem volt. És én azt elfogadom, hogy te most mondtad ezt az átkot, de hát baszki, hát nincs ilyen, hogy átok, ez hülyeség, nem kell ezzel foglalkozni. Hát nyilván ezek azért vannak, hogy megdöntsék őket. Egyrészt igen, másrészt meg most akkor idézném a csapat ügyvezetőjét, Sági Zoltánt. Ősszel, talán amikor Vasast kiejtettük a HEP kupából, a meccs után ott dumálgattunk innen a csarnok előtt, még a Szamosi előtt, és akkor itt szóba került ez a HEP kupa átok. És akkor mondtam a Ságinak, hogy de hát meg kérdezte, hogy mi az az átok, mi az az átok. Mondom, hogy hát tudod, hát az, hogy aki HEP kupát nyer, az nem jut föl.
Rám nézett, és azt mondta, hogy hát persze, hogy nem. Hát aki hetkupát jut, az nem jut föl. Mi nyer, az nem jut föl. Az jut föl, aki bajnokságot nyer. Igaza van. Így lehet, ennyi. Ja. Így van. Legyen igaza. Úgyhogy nem kell több félni, meg hát most érted, átok, hát tavaly, akkor ezzel az erővel olyan csapatnak kell följutni, aki nem volt ott a Herkuban 4-es döntőn, akkor a BKG lesz a bajnok. Hát, már nem. Érted? Azért az erős meglepetés lenne. Hát persze. Úgyhogy én ettől nem tartok, megmondom őszintén, meg nem is kell rá gondolni, és nagyon remélem egyébként, hogy a csapatba se gondol erre senki, nem kell ezzel foglalkozni. Legyen így. Elég, ha mi foglalkozunk vele, ők azzal foglalkozzanak, hogy nyerjünk, és hogy bedobják. Pontosan, ahogy mondod. Ezt a beszélgetést mi kedden vesszük föl, bízunk benne. Ami hétfő. Hétfő van? Hát hétfő van. Fú, teljesen meg vagyok zavarodva. Országszerte hétfő van. De csak éjfélig. Legalábbis most, amikor beszélgetünk. Így van, de csak éjfélig. Próbálom ezt kedd délelőttre kirakni. Senki se felejtse el azt, hogy csütörtökön kezdünk hazai pályán a TF ellen. Jól emlékszem, este 6 órakor. Így, ahogy mondod. És vasárnap mindenki Budapestre, a TF ellen, gyertek szurkolni, és ha valaki jön kocsival, akkor szóljon, mert hazafelé egy helyre beszállnék én is, hogy haza tudjak jönni. Nagy vasút este. De most este 6 órakor van a meccs, akkor utolsó vonatot nem érem el. Hát hogy ne érnéd el? Hogyan érném el este 7:50-kor indul, azt a Ludovikából nehéz átérni Kelenföldre, vagy a milyen nevébe, Keletibe. Harmadik negyedben 49 ponttal kell vezetni, és akkor el lehet indulni haza. Ámen. Csak nekem nem szokásom, akkor már végignézem az előttünnepet, meg kikérek még egy sört a büfébe. Legyen így. Hát meg legyen egy hasonló jó hangulatú beszélgetés majd a következő is a negyed döntő után, Igen. aminél előjáróban annyit elárulunk, hogy nagy valószínűséggel ott a löszös mellett majd egy cserepár lesz helyettem, ugyanis én akkor valószínűleg külföldön tartózkodok majd, és ilyen net közelben sem nem biztos, hogy leszek. A legjobb hatodik játékost hívjuk meg. A legjobb hatodik játékost hívjuk meg, és hasonlóan lesz szeretettel fogadjátok őt is, mint ahogyan minket szoktatok. Jó, akkor szerintem ennyi elég is. Hát Kerekítsük le. abszolút. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-en, a csapatnak a YouTube csatornáján. Küldjetek jó sok kérdést, igen. Kérdéseket, meg témákat. És akkor innentől körönként fogunk jönni, tehát bízunk benne, hogy még 3 darab podcast lesz, plusz terveink szerint 2 extra még május folyamán, és reméljük, hogy tényleg ez most már csak 7 mérkőzésünk van vissza ebből a szezonból. Hajrá Pécs! Hajrá, Pécs Expo! Sziasztok! Sziasztok!